Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Média negyedik része a Parallax és Univerzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Részben folytatjuk előző adásunk témáját, mivel a streaming szolgáltatások indulásával a franchise -ok új erőre kaptak és a nagyvászorról a képernyőre költöztek. A Netflix, az HBO Max és a Disney Plus a legismertebb nemzetközi szolgáltatók idehaza, februárban pedig Magyarországon is elindult az NBC Universal és a Paramount Global közös Sky Time nevű platformja is. A szórakoztatóipar ezen szegmenséről szól majd a mai műsorunk, melyben szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat, Markóci Norbit, aki digitális tartalomkészítő. Szia Norbi! Sziasztok! És Kubatovics Áront, kommunikációs szakember. Szia Áron! Sziasztok! Kedves hallgatók, kérlek ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni premier előtti tartalmakért, illetve a Parallaxis Podcast hosszabb epizódjaiért pedig kérlek fizessetek elő a patreon.com perparallaxis oldalon keresztül. Hát akkor ugye beszéljünk a legfrissebb streaming szolgáltatóról, aki elindult ide haza, ugye a Sky Showtime volt, február 14-én indult, érdekelt titeket, előfizettek rá, egyáltalán milyen streaming szolgáltatásokat használtok, vagy használtatok? Én a Sky Showtime kapcsolatban ö, nem használtam még, a felületet már nézegettem, meg nyilván a reklám az úton útfélen, most, a, most az arcában én az embernek, aki használ mondjuk YouTube-ot, vagy valami ilyen, ilyen social médiát, mert most ugye nyilván most indult, nemrég aztán pörgetik a marketinget, ami teljesen értető. Az tök pozitív, hogyha jól emlékszek, hogy ha valaki most fizet elő, akkor élete végéig örökké 999 forintba fog kerülni, ami már most a sok pénz, nyilván elinflálódik a pénz, is, Hogyha most pozitívan vagy igen, tehát optimisten állunk hozzá, akkor 10 év múlva hát ez még kevesebbet fog élni, gyakorlatilag egy zsömbét nem fogunk belőle tudni venni 10 év múlva, és ezt egy előfizetésünk ki tudja mekkora tartalommal. Hát legyen így. A, a többi streaming szolgáltatások közül a hagyományosabbakat már használtam, ha nem is kifejezetten sokáig, de mondjuk azért az egy-egy ingyenes hónapra, egy-egy ingyenes hétre, azért befizettem már én is és a kényelem. Kényelem az nagy úr, azért ez elég kényelmes, főleg a, főleg a kor korábbi média fogyasztási szokásokhoz képest. Vagy elmentél a moziba, vagy elkaptad a tévébe, vagy megvásároltad DVD-n, Blu-ray-en. Nos, ehhez képest ez, ezek elég kényelmes megoldások. Hát, én, én azt hiszem, hogy akkor a kakukk vagyok. Én még nem voltam a Sky Show Time oldalán, és hát most nyilván, ahogy befejezik a podcastot, meg fogom nézni, hogy bepótoljam a házi feladatomat. De, de én, én nagyon más gondolok erről, és figyeljetek, mikor lettünk így a streaming kora? A Covid közben elindult, és Amerikában már ott megvoltak ezek a trendek, de a Coviddal az összes nagy médiaszolgáltató rájött erre a kis piacirésre. Éh, hogyha újra visszatér a világrendje, akkor is ez nagyon jó, hiszen ha megfigyeljük, ugye például az HBO Max is később indult el, itthon már vége volt a pandémiának, a Disney is bőven, tehát hogy a, a de mondjuk a, a mind nemzetközi trendek, ott nyilván a pandémiát lekésték sokan, ahol nem voltak jelen. De szerintem Körülbelül abban az időben kezdődött, mindegy, hogy függően vagy függetlenül tőle. Szerintem már túl is vagyunk a streaming korán. Munkatársaim nevében köszönjük a figyelmet, sziasztok! <laughs> Szerintem kezd ez az egész streaming platform, ökoszisztéma, univerzum, ez így, ez így kicsúszni, a, a, az én kezem közül már biztos, hogy kicsúszott. Csak azt számolom össze, hogy hány darabra kéne előfizetnem, azért, hogy, hogy komfortosan érezzük magunkat, én ilyen 8-9 platformot számoltam össze, ez nem, ez, tehát ez nem történik meg, tehát ez nem létezik. Elmondom, hogy nekem milyen aktív streaming előfizetésem van jelenleg, ebben a pillanatban. Van Sky Showtime-om, van Disney Plus-om, van HBO Max-em, RTL plus Netflix? nem Netflixünk most nincsen, van RTL plus és a TV2-nek is van, ez most sose jártam, ez a TV2 Play Premium, vagy valami ilyesmi. Bocs, a tv 2 Hát még. ez az, igen, jól működik a kommunikáció, de szóval, hogy a, 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 a nekik is van egy streaming szolgáltatásuk, ez a lényeg. Jó, és akkor bocs, de akkor figyelj, a Gyűrűk sorozatot hol nézted, vagy, vagy, a, vagy az alapítvány sorozatot? Nem hiszem, hogy nézem a Gyűrűk Kurát, de azt mondjuk az HBO max biztos fönn van. És, a, és az alapítvány sorozat? Akkor sem fizetnék elő Apple TV-re, ha nem tudom, a világ legjobb sorozata menne ott, ebben eb teljesen biztos vagyok, Hát akkor letöltöm torrenten. Tehát az ne féljünk kimondani. A, Na, köszönöm, szóval, hogy a, kimondtad a egyet. A kényelem, nekem, amikor nem kell letöltögetnem, átraktom pendrive-ra, bedugnom a tévébe, vagy akár HDMI kábel lesz szenvedni, vagy bármi hasonló. Szóval azért nyilván, ö, én már úgy gondolom, hogy azokon az időken túlléptünk, hogy túlléptünk azon is, hogy a Magnó magnókazettát ceruzával tekerjem vissza. Figyelj, egyrészt a mai fiatalok, mondjuk a 16 éves fiatalok szerintem kérnek aputól havi 50 dollárnyi. Twitch feltöltést, és ott előfizetnek mindenféle Twitch csatornákra. Tehát, Pontosan, köszönöm szépen. Meg, hogyha a TikTokon lesz majd fizetős szolgáltatás, akkor majd oda. De akkor itt azért hangozon el még két olyan streaming platform, ami szerintem Magyarországon legalábbis tök fontos, még akkor is, hogyha kevesen fizetnek elő. Az egyik a Filmió. Ott főleg magyar filmek és sorozatok kerülnek föl szép lassan, de, de tudatosan művészfilmek, közönségfilmek, régi filmek, és ez egy, ez egy elég jó platformá fog szerintem kinőni, hogyha, ha, ha megéri azt a pár évet, amíg gondolom veszteségesként működik. A másik hasonló platformként, de már nem film, az én mondjuk a színház tévét hoznám akik ugye szintén a COVID miatt rájöttek a színházak arra, hogy valamit itt kéne lépni, és szerintem a COVID ebben segített, hogy felgyorsította azt a folyamatot, hogy egy kicsit a streaming irányában nyissanak a színházak. Ezzel nem tűntek el a színházi nézők a nézőtérről, hanem behozott egy plusz szegmest, akik Aki nem adott színházba. esetben otthon utólag meg tudják nézni. Tehát ezt a kettőt én mindenképpen eh, szerettem volna idehozni, de már ha már az előfizetésükről beszélünk, és aztán visszaadom a szót, de azért nem csak ilyen előfizetéseink vannak a, a, a mindennapi életben, mert van az embernek aztán Spotify, előfizetése. Youtube Premium? Használtak YouTube, Youtube Premium? Youtube Premium. A feleségem használ, én nem, de hogy igen. És Norbi hogy... sem használsz, te komolyan nem használsz Youtube Premiumot? Én nem tudom a Youtube-ot, hogy lehet anélkül használni. Én, én tényleg nem Adblocker, tudom. az a neve. Vannak alternatív módszerek, amik segítségével már nem olyan, <laughs> mintha Prémi lett. <laughs> Mik Miklossak igazán te, vagy a chat GPT, az <laughs> meg, <de. gül> Nekem, igen, tehát, hogy van, van olyan ismerősöm, aki, hogy ha, aki egyszer kalóz, az mindig kalóz, és akkor ebből kifolyólag nem, nem használja ezeket a szolgáltatásokat, mert Hogyha egy pici, van egy kis affinitás az embernek, vagy egy kis, kis informatikai érdeklődés, akkor a legtöbb ilyen problémára van megoldás. És ezt viszont teljesen megértem, hogy egy átlag user nem fog olyanokkal ö, babrálni, hogy esetleg a saját médiaszervet üzemeltet otthon, és minden eszközén oda tudja streamelni, az egy helyre letöltött torrentről letöltött legújabb sorozat részeket, ez teljesen érthető. Sok témát bedobtatok, igen, hogy ha hogy mondjuk csak 8-10 streaming szolgáltatás, és tényleg itt most a kört itt, itt nem kell csak sorozatokra, filmekre, hanem színház és zene és stb. 10-15 ezer forint az simán össze összetudjon egy hónapban, és ez nyilván ez sok. Egy átlag háztartásnak azért ez, ez kevés. Több. Szerintem több. Inkább húsz. Simán, simán, simán. A, úgy árnyalódhat a kép egy kicsit, ugye, hogy sokszor vannak mondjuk ilyen családi csomagok, és akkor ott esetleg össze lehet állni páran, ilyen is lehet. De minden áltán én azt mondanám, hogy ez egyszerűen egyrészt nem fenntartható anyagilag, másrészt nem is tudod, vagy legalábbis én már most azon veszem észre magamat, hogy időhiányában én nem tudok ennyit tartani, szeretnék, de nem tudok. Be, jó, lehet, hogy a 16 évesen az embernek, emlékszek én is, a világ összes idejött van, és öt streaming szolgáltatás, maxosan ki, ki tudod használni, és nézed, erre már nincs ide az embernek egy bizonyos életkor felett, ezért ne, meg sem éri, hogy párhuzamosan egyszerre több előfizetésed legyen, és akkor viszont előjön onnantól kezdve az, hogy akkor mondjuk minden hónapban váltogatom még akár minden hónapban ki is használtam az az ingyenes hónapot, úgyhogy azért, hogyha egy picit így megtervezi az ember, akkor, akkor egész jó kompromisszumok mellett ki lehet ezekben. Ugyanakkor rendben. szerintem ez, most beszéltünk a hátulütőjéről, de igazából ez a streaming ekkora, ez fantasztikus, hogy, hogy ide jutottunk. Tehát én azért emlékszem a 90-es évekre, a es évekre, ahol, ahol nem hitte el a zeneipar, nem hitte el a filmipar, nem hitte el, tehát hogy, hogy, hogy az internet nem csak kaloszkodás folyik, hanem onnan bevételt lehet generálni, és ugye ezek a ezek a kiszámítató bevételek teszik lehetővé azt, hogy olyan sorozatok készüljenek, amik egy, még a kábel tévéken sem készülettek volna, mert annyira nincs piacot céloznak. Tehát, hogy, hogy, igazából ez, ez művészileg is segít, az, hogy létrejöttek ezek a streaming szolgáltatók. Tehát ennek, ennek azért nagyon-nagyon komoly pozitív hozadékai is vannak. Itt meg korábban a Színház TV kapcsán eszembe jutott, hogy nekem álmaim streaming szolgáltatása az lenne, ha az MTV-a megcsinálná a Magyar Televízió archívumából, a saját streaming szolgáltatását, amit most így, ha politikát kihagyjuk, nem lehet kihagyni belőle, nyilván politikai okai vannak elsősorban, amiért ez nem történik meg, nem hiszem, hogy anyagi okai lennének, akkor inkább így mondom, 130 milliárdból működik legalább az MTV-a. -ja. Körülbelül annyiból, mint a Parallax is. <laughs> az is lehet, hogy ezre adni életen át egyébként, szóval, hogy sőt, még igazából ingyenesnek kéne lennie, hogy így fogalmazzak, de szerintem magyar filmeket, az archívumot... Viszont nára, úgy vágok, akkor én most megkérdezem azt, hogy ö, tök jó lenne, persze, első körben támogatja az ember, de, de Kell, kell még egy streaming platform. Már itt is beszélgettünk róla, hogy egész sok van Magyarországon is, fel se tudjuk sorolni. Itt kell még egy tévéadó, kell még egy podcast. Nem tudom, hogy miért az az alapgondolkodás a podcastekkel, a streaminggel kapcsolatban, hogy van öt nagy és akkor nincs senki más. Itt nem hangzott el még mondjuk az EMC, nek is van a, EMC mikro, azt hiszem, vagy plusz, vagy nem tudom. Szerintem ebből 1500 elfér. A Parallaxisból is el, A Parallaxis maga egy streaming szolgáltatás, hiszen van egy platform, ahol belépsz, mondjuk a SoundCloud, tessék mondjuk a, nekünk a SoundCloudunk, ami streaming szolgáltatásunk. Oda belépsz, eléred az összes műsorunkat, ráklikkelsz, hallgatod. Ennyi. Tehát, hogy Ak akkor ennyi erővel, minek, bármiből, több. Az más kérdés, hogy a, a piacnak szüksége van erre, de azt majd a piac eldönti, azt gondolom, hogy aki manapság streaming szolgáltatást indít, az igen nagy kockázatot vállal már. Én ezek alapján is az érződik, és főleg egy átlag nézőben, hogy, hogy mivel kínálat az, az elég bőséges, viszont nehéz uh, most már úgy nyomon követni, hogy mihol érhető el. Tehát nagyon sokszor az van, hogy jaj, ezt az HBO sorozatot az HBO már nincsen fenn, de hát akkor hol van? Jaj, akkor oda is elő kell, hogy fizetsek. Akkor szeretném nézni ezt a sorozatot, hát se Netflixen nincsen fenn, jaj, fenn van Netflixen, de csak az amerikai Netflixen. Úgyhogy simán megtéveszteti a, a, a nézőket. Jó, oké, de miért, miért, gondolunk más, hogy a streaming szolgáltatókra, mint a TV csatornákra? Az, hogy a Sky Showtime-ra került a besugó, ami az HBO-nak a sorozata volt, és lekerült ott, nem, nyilván erre céloztál, uh -huh. az olyan, mintha egy TV vagy egy sorozatot át... A Doktor Csont az az RTL-en volt ezer évig, azt most a tv 2 megy orba szájba, meg a TV2 csatornákat. Szóval, hogy ez ugyanez azért, mert az egy HBO Max originál, vagy nem tudom mi volt, és most Sky Showtime exkluzív lett belőle, az ugyanaz, mint, mint ahogy mi amúgy tévét nézünk, tehát a Comedy Centralon nem csak Comedy Centralos tartalmakat látok, a Paramount network nem csak a Paramount stúdió filmjeit látom, tehát hogy igazából... Ez volt az ígéret, nem? Ez volt az ígéret annó, hogy, hogy ez jobb lesz. Ez, valamivel több, valamivel jobb lesz, mint a hagyományos kábel tévé. Hát több és jobb, mert én fölmegyek a Disney Plus-ra, és nézek ott mondjuk csipet csapatot, amit nem tudtam előtte sehol máshol nem tenni. Most csak mondtam egy példát, mm. vagy kacsa vagy vagy az Armageddon-t, tehát hogy, hogy vagy, vagy torrenteznem kellett, tehát több lett, de attól nem lett több szerintem, tehát hogy szerintem ez a, ez a, te, ez a streaming, az a televíziózás, a lineáris televíziózás műfajának továbbfejlesztett változata. Ennyire van szüksége, vagy van-e még további olyan piacirés, ahol érdemes egy újabb és újabb streaming szolgáltatónak előjönnie. Viszont szóba került a magyar TV, vagy hogy te például szeret, örülnél egy magyar televíziós streaming szolgáltatónak. Én egyrészt kitágítanám a rádiót is, ide raknám a régi rádióadások. Ugyanakkor a két műfaj szerintem nem szabad keverni. Az egyik egy piacorientált, szorokosztotipari platform és termékek, a másik egy közszolgáltatás. És akkor, amikor egy idén 65 éve, május elsőjénhez 66. éve, hogy elindult a magyar televíziózás, ahol évtizedeken keresztül gyakorlatilag kultúra, kulturális fő tevékenysége is volt a közszolgáltatási csatornának, vagy közszolgáltatói csatornának. Az, hogy a régi műsorok elérhetővé váljanak, Akár ingyen, akár valami nagyon minimális költségére, az szerintem nem piaci logikát igényel, hanem közszolgáltatási logika és, és állami kultúra mentő logikát jelent. Tehát ez egy állami feladat, ugye most ez úgy néz ki, hogy ha te bármi ö, ö, filmfelvételre kíváncsi vagy, kérheted az MTV-e oda is adja, és azt hiszem percenként talán. 700 forintot kérnek el. Ez, 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 azt jelenti, hogyha te egy 100 perces régi valami filmet szeretnél, akkor az 70 forintba kerül. Ez, ez, nyilván nem, nem fenntartható. Tehát ez igazából nagy számára ez innentől kezdve nem használható. Ez akkor jó, hogyha te filmes szakember vagy, és valami ari felvételt akarsz, és be akarsz vágni 30 másodpercet a te nem tudom, filmedbe, akkor ezt te nyilván ki tudod fizetni, de az lenne, a, szerintem elemi kutyakötelessége lenne a, a, a kultúra, a, tehát a kultúránk miatt, hogy ezek hozzáférhetőek legyenek, mert itt nem arról van szó, hogy a régi híradó felvételeket akarja mindenki nézni, bár egyiket az is fontos lenne, hanem rengeteg tévéfilm, ismeretteresztő sorozat, és a többi, és a többi készült 1957 óta, ami szerintem tök fontos lenne. Ez csak, ez csak mindenképpen ide akartam itt szúrni, hogy, a, hogy a kettő műfaj az nem ugyanaz. Szerintetek mi lesz a, a, következő lépés? Ennek is van egy evolúciója, tovább fog fejlődni. Nem biztos úgy, ahogy én mondom, de én még képzelni olyan helyzeteket, ahol a kábel kábelszolgáltatók mintájára ö, létrejönnek olyan szolgáltatások, ahol mondjuk van 10 szolgáltató, streaming szolgáltató, és megveszed, talán már vannak is hasonlók, és megveszed, azt nem, darabonként mondjuk az 20 dollárra jönnek ide ez most csak 15 dollárra jön ki, akkor mondjuk már megéri, csak mondtam egy hülyeséget, és akkor megveszed annyiért, tehát hogy elindul egy ilyen, vagy valami hasonló fajta mozgás idővel a piacon, az biztos, hogy ez 10 éves távlat, távlat minimum, tehát hogy ami, ami, szerintem még a streaming sem forta ki magát, amíg legalább nincs mindegyik streaming szolgáltató ugyanazon a néven, ugyanazzal az arculattal, legalább 5 évig. Addig szerintem kb. nincs miről beszélni. Igen, szerintem ez az a logikus lépés, hogy egy ilyen agregátor szolgáltatók fognak létrejönni, ahol akár én, tehát akár előre gyártott csomagba akár én összeválogatatom hogy engem ez a 6 kábelszolgáltató szolgáltató érdekel, és nem 6x10 dollárért, azaz 60 dollárért fizetéke elő, hanem 35 dollárért. Ezek akkor fognak kinyílni, hogyha ha szükségét érzik a, az egyes szolgáltatók is, Megáll a növekedés a streaming piacon, és nincs megoldás. Igen, igen, akad. igen. Tehát akkor, amikor őnek is ez már, ez már fontossá válik, hogy így hozzanak be újabb és újabb előfizetőket, addig ez nyilván nem fog megtörténni, addig maradnak ezek az exkluzív. Úgy értem az exkluzívat, hogy mindenki címeket és és csomagokat vásárol össze magának. Tehát a Disney Plus az azért tudott elindulni, mert neki van egy akkora filmekből és sorozatokból létrejövő a, az vagyok. És vigyázott a jogaira. Az a lényeg, hogy a content is king, tehát, hogy a tartalom az, ami fontos. Az, hogy egy adott filmt vagy sorozatot úgy tekinthetek meg, ahogy én azt szeretném, tehát magyarul itt nyilvánosan arról van szó, hogy ha akarom, akkor eredeti nyelvre visszakapcsolom, vagy fel beállítom a felületet. Ez egy hatalmas előny. A választás, a választás lehetőség. és jó, nyilván... Ez a torrendben a... is működött már, szóval ne, igen. Nem, á, nem is, is azt akartam mondani, a set boxoknál is ugye van a már néhány film esetében, hogyha éppen ott megvan a hangsáv hozzájuk. Tehát, hogy ez mindenféleképpen pozitív, hogy ott van a lehetőség. Említetted, Áron, hogy, hogy a, a, a növekedéssel hogy állnak ezek a szolgáltatók, és például ugye tavaly azt hiszem utolsó negyed évvel, amikor további évben volt először az, hogy a Netflix előfizetőket vesztett, és nem, nem növekedett. Úgyhogy már valahol azért nagyjából ott járhat az, az egész dolog, valahol, valahol a, a, a tetőpont környékén, és innentől kezdve ugye már nem újabb nézőket, meg előfizetőket szereznek, hanem nagyjából egy próbálják meg elszípkázni a, a nézőket, és az is teljesen igaz, vagy egyetértek, amit mondtál, hogy, 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 a, hogy a tartalom, a tartalom, a tartalom az a legfontosabb, és és az az érzésem, most visszakanyarodom, amit kérdeztél, Ádám, hogy mi lesz a jövő, vagy merre tart ez az egész dolog. Például a Nutfix esetén ott azért már látjuk ennek a hátulütőjét is. Tehát nagyon sablonos, nagyon lapos, nagyon tucat, és ugyanarra a sémára gyártott sorozatokból rengeteg van. És ugye nyilván, mivel ö, globális piacra akarnak lőni, mi, mindenki számára a... A, a kínai nyugdíjastól kezdve az amerikai tínézseren, bárki mindenki által befogadható, könnyű szórakozást nyújtsanak, ezzel pedig teljesen kilúgozzák, langyos, semmilyen valami kis létrejön, és csak akkor teljesen jó, mert mindenhol le lehet adni, mindenhol megnézzük. És ez szerintem ez, 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 ez Mindenféleképpen hátrányosan érinti a kreatívokat, azok, akik esetleg uh, saját tervvel akarnak menni uh, és, és sorozatot vagy filmet készíteni. Úgyhogy ilyen szempontból érzek egy kis uh, problémát, és még arra a gondolatra reflektálva, hogy, hogy amikor ezek mondjuk ilyen tíz évvel ezelőtt, mondjuk körülbelül, amikor Netflix is már uh, nem csak DVD-kölcsönzésből élt, hanem elkezdte a saját gyártása sorozatot is csinálni. Például az egyik első között a, a, Kártyavár című politikai thriller dráma egyik nagy kedvencem. Az, ahhoz képest én mindenféleképpen visszalépést és, és visszalépésnek mondom a hagyományos kábel tévé felé, ezt érzem. Ugye megjelentek olyan csomagok, a legolcsóbb csomagok, hogy abban már, már reklám van. Tehát streamingel és közben reklámokat kell nézned, attól függetlenül, hogy előfizetsz, és persze ez egy kicsi olyan Hát Hát, de az pokol. Ez, ez nem, szerintem. Tehát ami nem, az ez nem. Ez ez nem. De érted, de te is azt mondtad, hogy ez nem, de a youtube ot az premium nélkül használ. <laughs> premium nélkül használ, az, hát, az, az így Tehát, nem? hogy ott jönnek a kis World of Tanks, meg nem tudom milyen reklámok. De ahogy mondtuk, ezekre vannak megoldások. A Disney Plus-on a fekete özvegy premiere, ez persze Covid közepe, extra pénzt, tehát volt Disney Plus előfizetésed, de te külön még meg kellett vásárolnod a premier uh, idejében, hogy a filmet meg tud nézni, és ezek, amik már ajj, nem tudom, hogy mennyire elvakult fannak ellen, hogy még ezekre is úgy menj, hogy na, nem baj, én kifizetem, szóval kicsit pessimisten állok így a, így a streaming jövője felé, mert az az érzésem, hogy visszatértünk oda, hogy megint kábel tévé, megint reklámok, és a kör bezárult, van egy ilyen érzés. Én egyetértek veled, de én árnyalnám annyival, amit mondasz, hogy szerintem ezt nem akarok én piac is találni, de ezt a piac meg fogja oldani. Tehát amíg 2019-ben vagy 20-ban fizettek plusz 3 dollárt a Black Widowért, ez ma nem menne el szerintem, vagy, vagy nem így menne el. E, illetőleg amikor, a, tehát én tökre egyetértek hogy a Netflix tele van rosszabbnál rosszabb sorozatokkal, de lám, jön az Apple TV, vagy jön a, nem tudom, az Amazon Prime, és kifejezetten azt mondja, hogy kevesebb sorozatot gyárt, de az sokkal több pénzből, sokkal magasabb minőségre lőve, és ő itt próbál piacot szerezni, és nyilván ezért, ezért is van az, hogy a Netflixnél adott esetben csökkenhet a egy, egy, egyik negyed évről, a másik negyed az előfizetők száma. Tehát ebben jó eséllyel egy, egy verseny alakul ki, és ebben a versenyben ugyanaz ez, mint más Hol? Tehát én inkább a, a piac normális működését látom innentől kezdve ebben, hogy lesz egy ilyen lesz a Netflix, a nagy, kicsit langyos, egy-egy jobb vagy izgalmasabb sorozattal, de aki pedig ennél többre vágyik, akkor az azt mondja, hogy HBO-ra, vagy Apple-re, vagy tehát, hogy a nincs piacokra is lövő másik streaming szolgáltatóra fizet elő. Tehát, hogy és lehet, hogy ő meg fog elégedni, hogy neki csak nem tudom, nem két milliárd előfizetője van a, ezen a bolygón, hanem csak 200 millió, de abból a 200 millióból ő ugyanúgy vígan elér, mert ő viszont nem 200 sorozatot visz, negyedévről negyedévre negyed évre folyamatosan, hanem csak 30 de azok minőségiek. Tehát, hogy én igen, értem ezt a dolgot, de szerintem ez, ez csak egyszerűen a természetes a bármilyen piacnak, az asztalgyártásnak, az autógyártásnak, meg a streaming piacnak is. Hogy milyen a parallax is? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lép be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premier előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám. Még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis. Szinkron, fontossága. Értem a választást, most, mint a piac. Ja, piac, Akkor azt mondáron. Nem, nem, Nem jó irányba célzod a kérdésedet. Én, én szerintem 30 éve nem néztem szinkronal semmit. Tudom, hogy nagyon fontos a magyar szinkron, de azt is látom, ahogy így olvasom a cikkeket, hogy meredeken csökken a magyar szinkron színvonal, és ebben nem a színészek tehetnek erről, hanem az óriási dömping, és nagyon gyorsan kell szinkronizálni a sorozatokat, és még korábban egy adott tekercset akár egy napig is forgattak, ma egy tekercs, az pontosan annyi percig készül, amennyi a tekercs, az mennyi. Olyan, mit tudom, másfél perc. Tehát egy tekercs, egy mondat, egy monológ, amit, amit egyszerre föl tudunk venni, és te egyfolytában el tudod. Na, vendani. szuper, tehát hogy ez másfél perces monológot másfél percig vesznek föl, és nincs az, hogy rákészülnek, hogy próbálnak, Most hogy. Blattolni a... kell, tehát, igen, nem igen. Te Mindent blattolnak, mindent azonnal, és ha nem sikerült, nem baj, majd a vágóasztalon a hang, hangvágó, tehát a, a filmszinkron hangvágója majd megoldja. Tehát, hogy nyilván ezek okozzák a problémát. Én érzek azért egy bizonyos elmozdulást, bár egyetértek veled, de érzek egy elmozdulást a megrendelői oldalról, a megrendelői szándék felől, hogy egy csomó médiaszolgáltatónak vagy forgalmazónak nem az a lényeg, hogy minél olcsóban megussza nyilván adott keretek között, hanem az a lényeg, hogy minőségi szinkront kapjon. De ha már itt erről beszélünk, én behozok még egy, még egy szempontot, mert hogy a streamingek korábban, tehát streamingekről beszélünk, de egy dolgot szerintem kihagytunk, és ez egy tök izgalmas új dolog, hogy képzeljétek el, hogy egy csomó youtuber streamer összert, és csináltak maguknak egy saját streaming platformot, ezt úgy jaják, a hogy Curiosity Platform, vagy másnéven Nebula. Azok, akik ilyen 5-10-15 perces, ilyen YouTube rövid filmeket rakosgattak össze, és rakták föl, azok összeálltak, ők mindannyian tulajdonosok is ebben a, ebben a streaming platformon, és ott elő lehet fizetni ilyen havi 1-2-3 dollár a, a, havi előfizetés, de kifejezetten arra a streamingre, tehát már arra a platforma gyártott saját kis filmeket tudsz ott megnézni, és ezek kizárólag ilyen dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, e, ilyesmik. E, tehát, hogy, hogy ráadásul jönnek föl újabb és újabb streaming platformok, amik kicsik, ilyen nis területen mozognak, és közben valószínűleg növekedni fognak, és nem tudjuk, hogy ennek is hol lesz a vége. Második verzió például az, amikor podcast vállalkozók állnak össze, vagy egy vállalkozó, és azt mondja, hogy ő saját platformot indít, ahol a saját podcastjai lesznek. Például a Podpad ilyen, de nem csak a Podpad ilyen, hanem azt hiszem, hogy a, a Brocasters is talán ilyen, meg van még egy harmadik is. Tehát a többi is van ráadásul például egy ilyen pici piacon, mint a Magyarország. Na, tehát, hogy, hogy ezek így, tehát, hogy ráadásul a streamingek korához hozzátartozik az, hogy, hogy még annak is van tere, hogy kis vállalkozások, vagy, vagy, vagy a, startup-erek csináljanak valami saját platformot, és nem csak a Disney Plus, meg a Hulu, meg a Pikak, meg ezek, ezek indítanak el platformot. Mikor fog elindulni a Parallaxis OnlyFans csatornája? Mit <coughs> 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 szeretnél látni rajta, Norbi? Először tisztázzuk ezt, és akkor... Ne, ne féljét, én nem, nem én, én, én de tartalmat állítanám elő, én nem nézném, engem néznének. Igen? Na hát akkor kedves hallgatók, akik szeretnék nézni Norvi OnlyFans csatornáját, nem, 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 nem. De a, de az OnlyFans egyébként egy jó példa, bár ugye egy kicsit kakutólyásabban, mert azt hittem, hogy ezt akarod mondani, hogy ugye az nem egy ilyen pornó nem annak indult. indult, ami ha, végül Igen, lett. ami ma. Igen. Tehát igazából indulhatna a Parallaxisnak egy OnlyFans csatornája a fenyeinknek. Hát ilyen a Patreon, ne felejtsetek el, lájkolni like meg, patronizálni minket. De, de szóval, hogy, hogy. Azt gondolom, hogy egyébként például a Parallaxis esetében nincs. A Parallaxis az önmagában egy mini streaming szolgáltatás azért, mert nem csak egy műsorunk van hanem különböző műsoraink lennek. Ez akkor lenne igazán nagy a streaming szolgáltatás, ha ezek, ha ezek némeikkel külső gyártásban készülnek. Tehát nem mi készítenénk, hanem, hanem csak megvásárolnánk, vagy odaadnánk, és, és, ne, és ne felejtsük el arról, hogy pénzért adnánk a, a, a szolgáltatásunkat, tehát hogy, hogy mind elő kéne fizetni rá, de tulajdonképpen ezek ezek mind azok. Tehát hogy azért mondom, hogy ez egy ilyen kicsit mint egy ilyen evolúciója ennek az egésznek, nem? Hogy, hogy ez egy kicsit rácsodálkozunk most erre a digitális evolúcióra, ami ezen a, a piaci szegmensen végbe megy a, a mostani időkben, de valójában szerintem azért, ha kicsit hátrébb állunk és az egészre ö, vetünk egy pillantást, akkor, és időben is nagyobb teret látunk be, akkor ott látszik, hogy ez hogy persze hogy visszaértünk a kábel TV piacára ha már a streamingben is reklám lesz de hát a streaming szolgáltatás az maga a kábel tv szolgáltatásnak egy továbbfejlesztett változata, vagy egy nem továbbfejlesztett, de hogy egy, az egyik adódik a másikból tulajdonképpen. Figyelj, az emberiség 10-15 évente ugyanazokat a dolgokat felfedezi újra, és egy kicsit csavar rajta. Régen, régen volt, volt messenger szolgáltatás, ICQ-nak hívták, azt elfelejtettük, abból lett a messenger, azt elfelejtettük, most lett a szignál. Régen volt rádió, most meg podcastnak hívják a rádiót. Tehát, hogy... Meg szerintem nem szabad ennyire messze menni, ez egy kicsit olyan, hogy föltalálták a telefont, és mindenki telefonált, így a falról leakasztottam, és telefonáltam, most meg megyek az utcára, és telefonálok. Tehát de, újra feltalálták a telefon, de ahogy te mondtad, egy csavarral. És nekem innentől kezdve mindig azért az a fura, amikor a, értsétek jól, a dinoszauruszok egy-egy új technológia ellen ágálnak. Lásd a 90-es években, a 20-es években a komplet zeneipar mennyire ellenállt a, a, az internet technológiának és annak, hogy internetek keresztül hogyan lehessen zenét szolgáltatni. Erre jött a, azt hiszem, ne, de lehet, hogy majd javítsatok, hogy jövéseket mondanak, jött Steve Jobs, aki azt mondta, hogy már pedig az Apple-ön keresztül zenét fogunk ö, szolgáltatni, és ahogy az Apple áttörte az első falat, úgy már fölépültek a, a zeneszolgáltató streaming platformok. Igen, de szerintem ez kevésbé Úgymond technikai, mint amennyire. Tehát az csak a jogdíjak. Igen, a... ja, hogy, ja, hogy a jog volt mindig út. Igen, tehát az a volt a probléma. Azt hiszem, a, a, a Nesterrel indult, azoknak volt egy nagy perük még a 90-es években. Azt hiszem, így hívták az így a. Így van, a, szol hát a, Metallica, Igen. a Metallica perelte Igen, be a Igen, perelte Így van, így van, így van. Ö, és ott sem az volt a probléma, hogy tulajdonképpen nem volt rá gyakorlat, jogdíj gyakorlat, hogy hogy mondják kalózkodás volt. De igazából nem volt messze a dolog attól, hogy ez egy olyan cégé alakuljon, csak még nagyon korán voltunk ekkor. Hogy egy olyan cégé alakuljon, hogy azt mondom, hogy leülök a kiadókkal, meg a kiadóknak sem volt érdekük ez, nyilvánvaló, mert nem tudom, eladták a nagyon sok pénzért a CD-t nyilván nem egy-két dollár lett volna egy dal, de a maga az alapgondolat az ugyanez, tehát hogy az nyilván időben nem, de amúgy átalakulhatott volna egy olyan cégé, aki azt mondja, hogy jó, ha megveszed tőlem három dolláros csomagot, akkor ingyen van az összes Ez csak azért hoztam, mert, mert ugye letölteni filmeket, sorozatokat, mióta van internet, és egy picit nagyobb a sávszélessége, mint a modem, tehát mondjuk ADSL-lel már az emberek töltöttek le a 90-es évek végén, Kisméretű, rossz, tényleg rossz felbontású, de akkor is töltöttek le filmeket, sorozatokat. Viszont maga a streaming szolgáltatók, azok jó tíz évvel később indultak csak el, tehát a technológia az megvolt, és ahogy mondod, a, e, szerintem ott lett az igazság, hogy a jogi része nem volt kitalálva. Meg azért csak... a szávszélesség sem, bocsánat. Szerintem azért nem. Én nekem tehát, azért éjszakánként lejöttek a dolgok. Igen, akartam. de szerintem egyszerűbb azt mondani, hogy letöltök valaki, valamit, és kiírja ott nekem, hogy nem tudom, 12 perc vagy 4 óra meg az, hogy elindítok valamit, és 4 k streamelem a tévén, szóval, hogy, hogy azért ez technológiailag biztos, hogy azért van a kettő közkülönbség. ezért a letöltés az szerintem alapabb, mint a jó minőségű streaming. Ez, ez kétségtelen, csak amikor én elindult most a chat, GTP, chat GPT, és a, 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 előtte a Midjourney, és a többi ilyen, ilyen szolgáltatók, vagy ilyen mesterséges intelligencia képalkotó szolgáltatások, és most már kezdenek felébredni a különféle grafikusoknak a, a céhei, hogy jaj, 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 akkor jusson eszünk be a 90-es évek Napster és a 2000-es évek sorozat és filmletöltésének korszaka. Tehát ugyanezt éljük egy másik platformon, egy másik technológiával, egy másik áttörésnél. Jó, egy szegmensről még beszéljünk, ami nem hangzott el, de szerintem fontos, ugye a streaming versus mozi. Ugye itt voltak is balhék, hogy mozi hálózatok, azt hiszem az amerikai EMC hálózat mondta azt, hogy nem tűzi műsorra, ha, tudom én, negy, ha 45 nappal később már streamingen van, vagy valami ilyesmi volt, mert nem emlékszem. Meg az Oscar de... Adóknál, hogy indulhatnak-e, vagy sem? Én ilyen szempontból azt mondom, hogy a mozi az, az, az fontos, meg kell, hogy maradjon. Az egész moziba járás, annak az élménye, a vetített kép, a hangulat, stb. Ezek azok, amiket nem, semmilyenképpen nem fogsz tudni ö, pótolni egy akármilyen otthoni házi rendszerrel. Ez tény, és... várj, 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 bocsánat, ez tény, de miért nem, miért, akkor máshogy teszem fel a kérdést meg, az érdekelne nagyon, hogy miért nem működhet együtt, tehát miért nem mutatnának be paralel? A Disney pluszon is egy, nem tudom, bosszú állok 38, meg a moziba is. Ha én az IMAX-be, ScreenX-be, 4DX-be 4DX akarom megnézni, úgyis moziba, vagy nagy vászlon, 2D-ben, úgyis moziba vesz, megyek. Ha meg nem mennék rá el moziba, akkor még igazából az csak jó, ha én megnézem, mert növeli a hype-ot, ha nekem mondjuk tetszett a film, mert amúgy nem nézném meg miért nem működik, miért van az, hogy a mozi hálózatok így tiltakoznak, és egy, csak egy zárójelben talán nem lehet, hogy az a baj, hogy a, a, ezek a mozi hálózatok, ezek a multiplex mozik, ezek úgy épültek föl, hogy ezek nem tudom 8 terem, 10 terem, 30 terem egyfolytában menjen, mert mint a repülő, ha nem, ha üres, nem termel pénzt. Menjen, viszont ugye egyrészt a világjárvány, másrészt meg azért a mozi egyfajta hanyatlása keresztbe tett ennek, és talán máshogy kéne működni, talán négy terem kéne, sok sokkal jobb minőség kéne, kicsit vidám parkosítani kéne a, 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 mozit, hogy a moziba járás élmény legyen. A két, a két dolog szerintem az egy optimális vagy egy ideális világban a kettő kiegészíteni egymást. És igen, amit mondtál, hogy egy mozi egy moziba elmenni és ott megnézni egy filmet, az egy ilyen élmény kategória, vagy lehet, hogy ebbe az irányban menne el az egész dolog, hogy ez egy, ez egy az esemény, hogy azt, azt csinálod, és akkor, akkor a barátaid, a család, a többi elmentek, és megnézitek a következő szuperprodukciót, ami rengeteg sok pénzbe készült, és persze a jövőleg összes moziába is egész nap nyomni fogják. És ez tök jó. Ez, erre megvan az igény, szélesebb közönség, ezeket szeret, és emellett kiegészítőleg streamingre kivett másféle tartalom, másféle ö, hosszúságban, teljesen másféle műfajokban, és a kettő az együtt ö, tudna működni. Nem, nem kellene ezt kizárólagosan venni, de mondjuk azért azt, ö, azt az elmúlt években létre lehet látni ezt a folyamatot, hogy mondjuk az ilyen közepes költségvetésű filmek azok, így kezdenek kikopni. Tehát vannak ugye nagyon nagy, hatalmas költségvető, költségvetésű triplás filmek, és akkor néha bejönnek ezek a úgymond Kevés pénzből, nulla, nulla pénzből készült a kis, kis horrorok, vagy valami egy két esetleg független film. É, és a kettő között meg ott van egy, egy hatalmas egy üresség, és például ezt a streaming szolgáltatások teljesen jól ö, ö, fel tudnák tölteni. Én, én nekem van egy ilyen teóriám is, hogy ezeket a közepes költségvetésű filmeknek a, a szerepét átvették a sorozatok egy részben. És, és streamingen ezeken teljesen jól tudnak működni. Még röviden ö, kitérnék ö, a szkorzézi kérdésére, mert ugye ő ebben a témában eléggé esen meg ö, nyilatkozott ö, egy, nem tudom, két évvel ezelőtt, és össz, ö, sokáig ö, beszéltek róla az emberek, hogy ő mit gondol például, kifejezetten a képregény filmekről beszélt, és az Ír című filmét 2019-ben pár évvel ezelőtt készített el, és ugye egyik hagyományos stúdió sem vállalta, hogy kiadja azt a filmét, és akkor jött a Netflix, és akkor ők azt mondták, hogy nem, nem érdeklik, hogy milyen hosszú. Mi, miért érdekelné őket? Egy moziba nem mindegy, hogy egy film egy nap négyszer, vagy hétszer tud, tudják leadni a filmnek a hossza miatt. És, és a Scorsese nem tudom, ez már csak az én egy kicsit sértődöttön, akkor bemutatott egy kicsit a, a hagyományos stúdióknak, és akkor ő elment netflix csinálni, egy ilyen kaliberű és költségvetésű filmet. Idén jön a következő filmje hova? Az Apple-re. És a három és órás The Irishman című filmje, az óriási siker lett annak idején, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon nagy siker lett a, a Netflixen, és valószínűleg azon túl is, tehát úgy értem az azon túl hogy, hogy a, átütötte a hagyományos média falát, és cikkeztek róla, tehát hogy, hogy nem csak a Netflixen belül. É, viszont a, 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 az, az a kérdés, hogy a, mi van a mozival, én megint csak magamat tudom ilyen értelemben ismételni, hogy hogy ez kicsit hasonlít ahhoz a kérdéshez, amikor a, a bakelit után bejött a CD, majd a CD után bejött most az MP3-ban és a Spotify, nem tűnt el a bakelit. Ugyanez lesz a mozival is. Nem, tűnik el, nem fog eltűnni a mozi pontosan azok miatt, amiket mondtatok. De az, az valószínűleg úgy van, hogy a, a business model, tehát az üzleti modell, ahogy egy mozi működik, az át fog alakulni pontosan azért, mert nem éri meg 8-12 meg termet termet föntartani egy pláza ö, közepén elég csak négy termet, elég élményszerűvé lehet tenni, az egy, az, egy, az egy program, aminek egy eleme az, hogy megnézik a filmet, és előtte-utána pluszban még lehet ott valamiket csinálni. Tehát, hogy általában maga a mozi nyilvánvalóan nem fog eltűnni, nem lesz egy országban 1500 moziterem, hanem lesz 300. Tehát ugyanolyan nis dolog lesz, mint mondjuk a bakelit lemez. Egy olyan erős, de vékony réteg van a bakelit lemez körül, minden országban, most már Magyarországon is, ami életben tartja a bakelit ipart, és idén először több bakelitet adtak ki, mint nem akarok is, mint CD-t, vagy, vagy nem is tudom, tehát hogy, hogy rekordot döntött idén a bakelit lemezek kiadása és, és eladása itthon is, nem csak, nem csak mondjuk Európában, meg Észak-Amerikában. De annak meg is van egy ilyen Speciális hangzása utánozhatatlan. Igen, az, az, van, az van, és szerintem ez vissza fog jönni például a mozikhoz, az van, hogy az analóg technológia az egy valahogy a mi fülünknek, meg a mi agyunknak egy kicsit más, egy kicsit földközelébb, kicsit közelebbi élményt nyújt, mint a digitális technológia, akár flat, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, FLAC bitrátás, tömörítésű, nagyon magas minőségű digitális zenéről beszélünk. A Bakelit-el lejátszott zene, ha ez egy jó lemezjátszón és egy jó erősítőn van lejátszva, akkor az egyszerűen szebb. Ja, jut, jut eszembe, Norbi, te mondtad a, a kisköltségvetésű filmek soroz, és a nagyköltségvetésű filmek közötti középréteg eltűnése, tökéletesen így van szerintem, és én ezt én is észrevettem, viszont azt is észrevettem, hogy jött egy stúdió, aki erre csinált üzleti modellt, ezt úgy hívják, hogy A24 vagy E24, kiadnak évente egy 6-8 független filmet, kifejezetten ilyen közép költségvetéssel, és, és Tényleg egyre nem láttam a rossz filmet tőlük. Ők adták ki a Green Knight-tól, kezdve egy csomó ilyen ö, izgalmasabb, művészfilmesebb ö, filmet, és, és tényleg jobbnál jobb dolgok kerülnek ki a kezeik közül. Külön rajongói Facebook csoportjuk van már a magának ennek a kiadónak, vagy ez egy kiadó és gyártó produkciós cég. Szóval, hogy közben meg erre is lesz egy piac. Hogyha Hollywood nem csinál középkategóriájú költségvetési filmeket, akkor jön egy. Azt hiszem ez egy brit stúdió, de lehet, hogy hülyeséget mondok. Egyébként visszatérve a moziba járásra. Én például nem szeretek moziba járni, nekem nem egy élmény, nekem egy, nem tudom fogamat hoznák, borzasztóan utálok moziba járni. Eleve utálom az embereket már, vagy hogy fogalmazzak. Szóval sok ember kis helyen, nekem az nem, nem kényelmes. Antiszociális vagyok, így értettem. Nem, én egyáltalán nem szeretek moziba járni. Én nem is tudom, mert nagyon sok eseményem voltam moziban, de az önszántamból a moziba járás, én nem is tudnám. Azt hiszem a démonok között hármat láttam utoljára moziban ezelőtt egy évvel, úgy, hogy az IMAX-ben, úgyhogy az első percben annyira rosszul lettem, hogy azt mondtam, hogy én hazamegyek, mert nem bírok itt a moziba ülni. Tehát egyszerűen nem, vannak ezek a típusú emberek, és most a világjárvány után van azért egy ilyen, most oda jutott eszembe, amit mondtál, a, a, a bakelit, az a rés, ami, ami a, az, a, az a piaci rés, ami, ami működik, hogy egyébként én simán el tudom képzelni azt is, hogy Oké, okay, rendben majd nem nézem meg az új állok 38-at a, a moziban, de megnézném a, a Disney Plus-on, de ott mondjuk nem tudom 20 percen rövidebb. Lényegében nem változtat a film, de moziba kell menni az igazi élményért. Mintha mondjuk a parallaxist úgy csinálnánk, hogy a műsor egy bizonyos részét csak a patronálók hallgathatnák. És hm, ez milyen jó ötlet, szerintem csináljuk így. Mert hogy így csináljuk legközelebbtől, vagyis hát most megpróbáljuk így csinálni nektek a parallaxist, úgyhogy. Úgyhogy mindenképpen fizessetek elő ránk a patreon.com per is oldalon, és ha tetszett a műsor, azért ne felejtsetek el lájkolni, meg feliratkozni, meg minden, minden, más. No, hát a mai műsor az nagyon elment attól, amit felépítettem, de nem baj. Igen, ugye csapongtunk egy kicsit. Nem baj, majd a vágóasztalon, vágóasztalon lehető ennek a sorsa. <laughs> Úgyhogy, no, média zaválókkal legközelebb, ha minden igaz, május 1 érkezünk, és egy nagyon izgalmas és autentikus témánk lesz, ami nem más, mint a podcastek kora. Úgyhogy reméljük, akkor is velünk tartotok. Miért sohajtasz, Norbi? Nem. <laughs> 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 Valahova vártam, mikor tudom azt be, be, befűzni, hogy ne hallgassatok Ádámra, bátorítok mindenkit, járjatok moziba az élményért de már most sikerült is belefűzni, úgyhogy innentől kezdve be tudjátok vágni bárhova. Szóval jövünk a podcastek korával, izgalmas, izgalmas téma lesz, és hát van miről beszélnünk, egy új felmérés szerint 681 magyar nyelvű podcast szolgáltatás létezik ma Magyarországon. Hát nekem az én podcast lejátszóba 2100 magyar nyelvű van beállítva. Ú. Uh, akkor az egy elég, elég alacsony felmérés de vajon, a parallax is egynek számít? Az az én szomba egy, mert hogy egy, egy RSA sem van. Igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Egy, egy, az összes műsorunk egy, mert egyszerre küldjük ki a világra. Ez, hogyan, ez hogy, lehet? És de nyilván nem hallgatsz meg ennyit. Nem, hát nyilván ennek mondjuk azt mondom, hogy a fele olyan, hogy be van állítva, mert beletáltva, és mondjuk már megszűnt. De akkor is azt mondom, hogy ezernél biztos, hogy több van. De mondjuk hányat hallgatsz mondjuk heti, heti, vagy az adott rendszerességgel, ahogy megjelenik? mindegyik, mindegyik ugye megjelenik a telefonon, a lejátszóba, és nézem, megnézem a címét, és hogyha cím alapján érdekel, akkor én belehallgatok, tehát megnézem. Tehát, hogy... De olyanok, amiket mindig hallgatsz visszatérően, tehát hogy nem, nem, a cím alapján, nem tudod, hogy ez a műsor jó, mert jó Biztos, benne hogy száz fölött van, akiket azért így mindig hallgatok. Száz fölött? Ah, biztos, Új, hogy, hogy benne, igen, persze. Norbi? Norbi számol. 30 vagy 31. Ezeket én mindet hallgatom, viszont hát sokszor lefekvés mellé és elalszok rajtuk. <laughs> ajj, ajj, ajj. <laughs> Már nem tudok eludni el podcast hallgatás nélkül. <laughs> Én például nagyrészt közéleti témájú podcasteket hallgatok, azt a kb. egyet, tehát hogy én nem, nem nagyon vagyok, tehát hogy podcastokat nem nagyon fogyasztok, youtube-os tartalmakat fogyasztok, amik igazából lehetnének podcastek is, de nem klasszikus. Ők podcastnek mondják rendszerint, de nem podcastek, mert amikor TV stúdióba ülsz, tévékamerák vesznek, vágó van, rendező van, kellékes van, akkor az nem podcast, mindegy, hogy azt mondjuk rá, hogy podcast, tehát hogy az, a podcast az annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. A podcast egy rádiós műso műfaj, nem kell hozzá kép. Tehát, hogy az nem podcast. De ö, ti milyeneket hallgattok? Én tényleg mindenevő vagyok, tehát a tudományos podcastről kezdve a közéleten át, a, a zöld témákon keresztül, a sport, sport, sportot kevesebbet, de ott is van egy-kettő, akit meghallgatok. Tehát, hogy én tényleg mindenevő vagyok ilyen értelemben. Film, 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 közélet, politika, körülbelül ezek. És mindkettőtök listáján természetesen ott van elején a Parallax és Univerzum műsorai. Legelső helyen. <laughs> így van. Na. Szóval már, május 1 jövünk, úgyhogy Barkóczi Norbi Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, egyúttal pedig további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.